Nemet Barka Dániel, körülbelül 5 éve foglalkozom frontend fejlesztéssel professzionálisan, és ez a programozási nyelv, amiért a fizetésemet kapom. Van egy csomó olyan dolog az interneten, ami JavaScript-re fordít, közöttük némelyiket ismeritek, mint például a TypeScript, vagy hogyha a Prezi-ra hallottatok már, akkor esetleg a HSynchronogója ismerős lehet, de léteznek olyanok, mint például PyJS vagy Scala.js, egy csomó ilyen létezik, és ezeken kívül még körülbelül 330 programozási nyelv, vagy toolkit az, ami az a JavaScript-tel célhoz, amit fordítási target. Kedvencünk közé tartozik például a PHP.js, mert egyértelmű, hogy PHP-ban akarok ilyen sorodai kódot írni, vagy OPA, borító, hogy fincsi legyen, de mégis a legjobb, hát JavaScript 2, The Wrath of Khan, szerintem ezzel még maga Batman sem tud igazán mit kezdeni, főleg a számosságuk miatt. És ebben a 330 listában található meg valahol maga a DAR, az a programozási nyelv, amivel én is foglalkozom. Sajnos Magyarországon körülbelül ezt a reakciót szoktam kapni, hogyha azt mondom, hogy DART, pedig a 25. A 25. legnépszerűbb programozási nyelvről van szó, és ez szerint az index alapján minden egyes hónapban egyre magasabb és magasabb pozíciót tud elérni. De akkor mi is ez a nyelv, és miért érdekes az, hogy ekkora választékunk van a JavaScript-re fordítható nyelvekben? Az, hogy a kliens oldali alkalmazások egyre komplexebb és bonyolultabbá válnak, és egyre komplexebb eszközöket és programozási nyelveket kell használnunk ahhoz, hogy ezeket a bonyolultságokat valahogyan kezelni tudjuk. A DART is ugyanígy, valószínűleg ugyanezeket az okokért jött létre. A legnagyobb támogatója és a legnagyobb felhasználója ennek a programozási nyelvnek a Google AdSense, aki a Gritesh felületét portolta Angular 2 DART kombinációra, és idehaza pedig mi az EasyLink-el valószínűleg, legalábbis erről tudok egyelőre. A halva nyelv nem halott, van egy közössége, folyamatosan fejlesztik, folyamatosan jönnek ki új dolgok, és nem csak a webet célozzák, hanem Androidra, iOS-re is lehet benne fejleszteni a szerveroldali dolgok mellett. Maga a programozási nyelv a core library-eivel egy csomó minden dolgot tud, ami közül az egyik legfontosabb számomra azok a streamek, a beépített adatstruktúrák, a statikus típusok, klasszikus OOP, amik általában egy JavaScript projekt esetében valamilyen külső dependencia, vagy valamilyen külső library behúzásával szoktak megoldva lenni, mint ZoneJS, XJS, vagy hogy klasszokat akarunk használni, akkor éles alaptámogatás a böngészőben, vagy éppenséggel Pavel-en ilyesőkre lefordítjuk. Mindezen külső library-knek és dependenciáknak van valamilyen valid use case-e, valamilyen valid igényt vagy hiányosságot igyekeznek lefedni. Úgyhogy ezeket nem is akarom megkérdőjelezni. Képzeljünk el egy olyan világot, amikor mindezen dolgok javarésze, a legsűrűbben használt feature-ök maga a programozási nyelve és a core library-ben, és magában a toolset-be, a toolschain-be bele van téve. És számomra ez volt az egyik olyan dolog az elmúlt évek során, amit a JavaScript-es projektjeimmel szemben DART-ban annyira élveztem, az egy egységes toolset. Ahhoz, hogy DART-ot tudjam programozni és az egész projektemet tudjam kezelni, ez a teljes parancslista, amire szükségem van. Az egyikkel dependenciákat töltök le, az egyikkel build-el, a másikkel egy ideiglenes szervert indítok el. Egyszerű, egységes, szeretem. Ez egy pozitív volt számomra. Opcionálisan erősen típusos a nyelv. Ugye beszéltem a komplexitásokról, az egyre bonyolultabb kliens oldali alkalmazásokról, és ezeknek a kezeléséhez, a kezelésére az általában a megoldás, hogy próbáljuk a hibákat minél előbb elfogni. Az egyik előfeltétele ehhez pedig az, hogy az alkalmazásunk, az alkalmazás logikánk az analizálhatóvá váljon, aminek pedig egyik előfeltétele az az, hogy legyenek típusabb mutációk. A DART egy mix ezeknek a dolgoknak, ugyanis opcionálisan erősen típusos, ami azt jelenti, hogy amikor prototype-olunk, akkor gyakorlatilag JavaScript-et tudunk írni az egész DART-ban, amikor semmilyen fajta típus információval nem látjuk el a programozási nyelvet, vagy a programunkat,
Viszont amikor úgy gondoljuk, hogy készen állunk arra, hogy a production quality kódunkat elkészítsük, akkor mindenféle jávában megszokott, ismerős módon generikusokkal, típusokkal felhasználjuk az egész programunkat. Megjegyzem, hogy itt a bar time inference miatt pontosan egyértelmű, hogy a tisztszett típusú változom az milyen típussal rendelkezik. Pontosan emiatt, hogyha valamilyen programozási hibát, vagy valamilyen véletlenszerű dolgot szeretnék csinálni, mint például egy string típusú szettben próbálunk egy nem stringet beletenni, akkor még fordítási idő előtt programozás közben kapunk egy hatalmas warningot az analyzertől, hogy ha volt, hogy valami nem biztos, hogy oké. Ez az a másik olyan hatalmas dolog számomra a webfejlesztéses órájuk között, amit kimondottan élvezem a dátal. Ami annyira nem frankó, ami bőven lehet mit fejleszteni, az az, hogy néha úgy érzem magamat, hogy a bajnokatom vagyok, és hogy nincsen az, mint tesszükni, hogy felmegyek, és már vannak meg lévő megoldások, néha neked kell ezeket megoldani. Úgyhogy ezekre a projektekre ajánlanám szívesen, ahol a nagy adatbiztonság fontos, a komplex alkalmazás logika van, sok fejlesztő párhuzamosan kódol, a merge konfliktok jelentkezhetnek, és az Angular 2 az elégség és a non-manipulálások és az események kezelésére. Köszönöm szépen! Igen? Az volt a kérdés, hogy ha a cégben az egyetlen bárkot ismerő programozó elmegy, akkor honnan szerzek ményeket? Honnan szerzem ményeket? Ez egy nagyon jó kérdés. A Dart programozási nyelv önmagában nagyon egyszerűen tanulható. Tehát, hogyha arról van szó, hogy ezt a kódbázist maintainelni kell, nem pedig új feature-ek folyamatosan belevezetni, akkor valójában szerintem maximum egy vagy két hét alatt a nyelvnek a sajátosságaival baromi könnyen meg fog ismerkedni az az ember, aki látott már TypeScript-et, Java-t, vagy bármilyen másik programozási nyelvet. Úgyhogy, ha maintenance-ről van szó, akkor ez ennyi. Hogyha pedig tényleg az van, hogy Dartban akarjátok továbbfejleszteni a magát az alkalmazás fejlesztését, akkor hát akkor meg kell tanulni. Hát, tehát mindkét esetben az a válasz, hogy meg kell tanulni. Igen, egyelőre Magyarországon, Budapesten a Dart fejlesztőknek a közösség viszonylag kicsi, de próbálunk egyre hangosabbak lenni, egyre népszerűsíteni ezt a technológiát. Igen? Miért nem TypeScript? Ezt a kérdést mindig megkapom, és erre egy teljesen szubjektív válaszhoz szoktam válaszolni. Az, hogy amikor TypeScript-ben fejlesztek, az egy teljesen más ilyen fajta feeling, mint amikor Dart-ban fejlesztek. Valamilyen, amikor Dart-kódhoz nyúlok, akkor megvan bennem az az egységes, jól átgondolt, a filozofikusan struktúráltan felépített programozási nyelv, amit élvezek használni. Még TypeScript-nél nem tudok elvonatkoztatni attól a szlogentől, hogy JavaScript szteroidokon, vagy a JavaScript-nek egy szuperszettje, amikor JavaScript-es projektekkel a boltban olyan kinkeservesen meg tudtam szívni. Debugolásról működik, úgy, ahogy egy értelmes programozási nyelvtől el tudnánk várni, breakpointokat helyezünk be, a breakpointoknál meg fog állni az alkalmazás, ez történhet idén keresztül, vagy Chrome Dev Toolbaron keresztül, vagy hogyha éppen a JavaScript-re fordított alkalmazást kell valamiért debugolnunk, akkor source mapek használatával a Dart forráskód is megjelenik. Emellett pedig létezik egy Dart Team nevű Special Chrome Build, ami a Dart-kódot, vagy a Dart kódunkat közvetlenül futtatja, így akár TSC-szerű működés nélkül, azaz fordítás nélkül futtatható a Dart közvetlenül böngészőben. Prototype-olás az úgy szintén. Péter? Dart javaslan az első nyelvet, valaki be akar tanulni programozni, aha, akkor lehet az a Dart. Persze lehet, maga a Dart az egy baromi egyszerű programozási nyelv, hogyha valaki szerveroldalon akar dolgozni, akkor meg tudja tenni Dart-ra, hogyha webre akar fejleszteni, meg tudja tenni Dart-ra, hogyha Androidra, iOS-ra akar programozni, akkor előbb-utóbb meg fogja tudni tenni Dart-ra. A Flutter IO projektnek a érettségétől függően. Nagyon sok dolgot lehet belőle tanulni, nagyon sok feature-je van, ami izgalmas lehet, de lehet, hogy nem ez az ideális belépő.
Mióta JS server oldalon is a Node-nak köszönhetően elterjedt, valamint az ES6 egyre inkább terjed, mint szabvány és egyre inkább implementált, azóta mennyire esik vissza a Dart? Nem esik vissza, növekszik a felhasználói bázisa. Egy arányában is? Igen. Bocsánat, ezt nem tudom megmondani. Az ES6 Dart felhasználói bázisának a korrelációját ezt nem tudom. Mennyire dinamikusan fejlődik a nyelv? Azt mondtad, hogy 5 éve használod. Igen. Vezettek-e be olyan változásokat, ami esetleg kompatibilis volt az előző verzióval? Illetve hogy látod, nem tudom, hogy követed az első fejlődési időt, ezt az újfajta dinamikus dolgot, hogy évente jön az új feature-ökkel, hogy mennyire közeli, vagy mennyire, és hogy olyan csökken ez a gap, vagy csökken ez a gap, ami... Aha. A Dart-nak az életciklusában, amióta foglalkozom vele, azóta nagyon kevés breaking change volt. Még 1.20 akárhányos verziónál tartunk jelenleg, tehát a major version az nem változott. Egy open standardről van szó, és minden egyes breaking change-ről jó előtte értesítik a felhasználókat, és általában legalábbis eddig az összes breaking change-ot valami triviális volt fixelni, azért mert az analyzernek az outputja egyértelműen megmondta azt, hogy mi a hiba. Egy-kettő volt, de ez három vagy több éves időszak alatt. Tessék. Honnan jön a neve? Dart. Hát szerintem X-Hash Random Products név generáló. Fogalmam sincs, de esetleg nem tudom, ez is lehet valami optikai Dart Recognition System-et készíteni a nyelvkal. Van-e a compiler, vagy csak javaslít? Más programozási targetje nincsen, mármint a compilation targetje, ilyesen lehet fordítani. Igen? Van. RLVM-re már van kísérleti fordítás. Most te is tartos vagy? Igen. Ó, kettő! Tehát, hogyha elmegy egy cégtől, akkor ők nem fogják. Elmegy egy cégtől, ők nem fogják. Nálunk azért vannak dátfejlesztők. Úgyhogy... Rendben. Köszönöm szépen. Ja, bármilyen dátos kérdés van. Yeah.